Tombol a kánikula, a következő napokban akár 38 fokot is elérheti a hőmérséklet. Ezekben a napokban délelőtt 11 és délután 3 óra között nem ajánlott a napon tartózkodni, ugyanis ez a meleg még az egészséges szervezetet is megterhelheti, a krónikus betegeket pedig még jobban megviselheti a hűség. Szédüléstől kezdve minden, ugye alapbetegségem egy izületi gyulladásos mindenség, úgyhogy ez nagyon megvisel. A megfelelő folyadékbevitel és a bőrvédelem mellett a gyógyszerszedésre is oda kell figyelni ilyenkor, mondja a szakember. Hőségriadónál oda kell figyelni fokozottan a gyógyszerszedésre. Egyrészt azt tudni kell, hogy a vérnyomás ilyenkor a folyadékvesztés miatt lehet alacsonyabb, tehát vannak olyan betegek, akiknek szükségük van arra, hogy ilyenkor konzultáljanak a házi orvosukkal, hogy valóban minden gyógyszert szükséges-e szedni ilyenkor. Gondolok itt a vízhajtókra, a vérnyomás csökkentőkre, de alapvetően nagy általánosságban azt mondhatjuk el, hogy a pontos és rendszeres gyógyszerszedés ilyenkor is természetesen fontos. Lőrinc Márton Ákos hozzátette, a nagy melegben sokkal türelmetlenebbek lehetünk, valamint előfordulhat fejfájás és hányinger is. A tüneteket már most többen észlelik magukon, azonban Németh Nagy Irén elárulta, mindezeket hogyan tudja enyhíteni a nap folyamán. Az ember türelmetlenebb, de sok folyadékfogyasztással, meg az árnyékkal, meg a lengő öltözékkel ezt tudom tompítani még. Szintén jó megoldás ilyenkor klímás helyen tartózkodni, azonban ügyelni kell a megfelelő hőmérsékletre. Nem tesz más, hogy Pál Károlyné sem, aki elárulta, sokszor tapasztal a szédülést. Eléggé belik, mondjuk én benne a kórházba dolgozom, ott meg a klíma azért jó. Jó hír azonban mindenkinek, a hőségriadó szombat éjfélig tart, a hétvégén egy kis enyhülésre számíthatunk.